30-assal Nagy Ádám István. Az MB3 középcsoport 16. fordulójában a Dunaharaszti a Paks 2-t látta vendégül. A Paks a Rácz Gergő, Bagó Patrik, Nagy Ádám, Kovács Gábor, Hanon Milán, Kesztyűs Barna, Zahán Péter, Simon Márk, Kesztyűs Máté, Jelen a Rihát, Báló Tamás összeállításban, míg a Dunaharaszti a Szacskó László, Kovács Gergely, Nyéki Márk, Récsági Ákos, Márton Dávid, Sejber Bence, Gacsal Norbert, Dalos Gábor, Rebecsák Szilárd, Benke Bálint, Mészáros Dániel összeállításban kezdte meg a mérkőzést. Mindkét csapatnak fontos lett volna a pontok megszerzése, hiszen a Paks a 7. helyen állt, így lövőhelyzetből volt akár, hogy az első 5-be is be tudjon kerülni, a miénk pedig a 12. helyről várhatták ezt a mérkőzést, így számunkra is nagy jelentősége volt annak, hogy újabb pontokat tudjunk szerezni, hogy végre el tudjunk kicsit távolodni a közvetlen kieső mezőnytől. Ennek szellemében mind a két csapat a felázott talajú pályán megpróbált támadólag fellépni, és több helyzetet is kialakítottak a játékosok az első negyed órában. Itt láthatunk, ahogy egy paksi előreívelést követően a jobb oldalon Báló maradt lesen, és ugyan ő még középre passzolta a labdát, a játékvezető ezt a helyzetet már megállította. Aztán néhány perccel később egy nagy bedobás után alakult ki veszély a kapunk előtt, hiszen ahogy átvette a paksi játékos a labdát, Mészáros szabálytalankodott vele, így szabadrugáshoz jutottak a vendégek. A kapunktól jó 18 méterre a labda mögé Kovács állt, és az ő lövése jócskán a kapunk fölé szállt, így ebből nem lett nagyobb veszély. A 30. percben pedig Mészáros szerzett labdát az ellenfél térfelének közepén, amivel megindult. Két védő gyűrűjében megfordult, a 16-oson belül Benkéhez passzolt, Benke egy átvételt követően visszajátszott Mészároshoz, Mészáros pedig 8 méterről jobbal a hosszú alsóba helyezett, ezzel megszereztük a vezetést. Formás támadás volt, a Paks ugyan eladta a labdát a saját térfelén, de utána, ahogy Mészáros és Benke lejátszotta, az egy remek momentuma volt a mérkőzésnek, aztán Benke indult volna el nem sokkal később, egészen pontosan a 33. percben a kapu felé, ekkor azonban Bagó lerántotta őt és megkapta a sárgalapot. Mészárosnak egyébként ez volt a 3. gólja az idei szezonban, és most hosszú idő után lett ismét kezdő a csapatban. Ezúttal Bozsik eltiltása miatt kerülhetett be, és meg is hálálta a bizalmat. A 37. percben pedig Nyéki kapott sárgalapot egy rosszan kivitelezett szabálytalanságot követően, a megítélt szabadrúgás pedig Simon a kapunk mellé tekerte. Még mindig az első fél időben jártunk, amikor ismét megindulhatott a Paks, ezúttal a jobb oldalon próbált volna meg Simon elhúzni, azonban Récsági megakasztotta őt, de végül visszakerült a labda a paksiakhoz. Egészen pontosan a bal oldalra Kovácshoz, aki befelé cselezett, majd kapura lőtt, ezt azonban Szacskó kivédte, a lecsorgóra viszont Simon érkezett is. Védőink gyűrűjében a 46. perc legelején a kapunkba lőtt, így a félidőre 1-1-es döntetlennel fordulhattak a csapatok. Igaz, jelen a lesen állt a lövés pillanatában, és ő is rámozdult a labdára, a játékvezető ezt azonban nem érezte így, így megadta a paksiak gólját. Az 1-1-es döntetlennel való fordulás követően a második játékrészt is nagy aktivitással kezdték meg a csapatok. Rögtön az elején jelen a próbálkozásra szállt a kapunk mellé, majd nem sokkal később Récsági indította meg a bal oldalon Rebecsákot. Rebecsák 3 védő között próbálta meg visszapasszolni a labdát Mártonnak, ami jó is lett, Márton pedig visszajátszott Nyékihez. Nyéki egyből középről előre emelte a labdát Mészáros irányába, Mészáros 3 védő gyűrűjében tartotta meg azt, majd Gacsalhoz passzolt, Gacsalhoz azonban tisztáztak, végül Farkas passzolt Daloshoz, Dalos Mészároshoz, Mészáros pedig egy átvételt követően hatalmas gólt ragasztott a hosszú felsőbe, így a 49. percben újból nálunk volt az előny. Szemre is tetszetős volt ez a támadás, Dalos passza remek volt, Mészáros befejezése pedig parádés. Jobb külsővel fölötte a hosszú felsőbe, a kapusnak esélyt sem adott. A folytatásban mindent megtett a Paks a felzárkózásért és az egyenlítés érdekében, azonban a miénk remekül szűrték meg a támadásaikat, és még veszélyes akciókat is tudtunk vezetni a gyors kontrákból. De éppen láthatunk egy távoli lövést, amit Szacskó fogott meg, majd egy előnyszabályt követően ismét a Paks támadhatott, a bal oldalon szép cserel indult meg. A bal szélsőjük azonban Kovácsnak sikerült labdát szerezni, sőt Kovács meg is lódulhatott volna egy gyors kontrára, azonban lerántotta őt Hanol, és ezért megkapta ő is a sárgalapját,
ez pedig az 58. perc eseménye volt. Kovács remekül váltott lendületet, Hanó pedig megállította őt. Aztán a 65. percben egy szögletet követően Szacskó ütötte ki a mezőnybe a labdát, majd a visszaívelt labdára már egyik paksi játékos sem tudott érkezni, így az ismét Szacskó zsákmánya lett. A mérkőzés 93. percében a 3 perces hosszabbítás végén mi végezhettünk el szabadrugást a saját térfelünk közepéről, akkor Szacskó addig-addig húzta az időt a szabadrugás elvégzésével, hogy a játékvezető sárga lapot mutatott föl neki, ez azonban ekkor már nem befolyásolta az eredményt, hiszen Szacskó megúszta egy sárga lappal, mi pedig az egyenlítő találatot így el tudtuk kerülni. Ugyan még próbálkozott a Paks hősiesen, 94. perc végén is Kovács futott előre, de már gólt nem tudtak szerezni. Hiszen itt láthatjuk, ahogy a paszt követően Rétsági felszabadított, a játékvezető pedig lefújta a mérkőzést, amelyet itt 2-1-re megnyert a Dunaharaszt, és feljött a 11. helyre a tabellán. A miénk hazai pályán már idén nem lépnek pályára, legközelebb majd 2017. február 19-én a Dabas látjuk vendégül, addig azonban még az őszi szezonban van 2 meccsünk hátra, előbb a Békés Csaba 2 otthonába, majd pedig Pécsre látogat csapatunk, ahol reméljük újabb pontokat szerzünk majd, és 2017-ben ismét egy szép szezon elé nézhetünk.